A legnehezebb időszakban, a II. Világháború alatt volt Kállai Miklós az ország kormányfője. Emlékét Nyíregyházán a Kállai házban őrzik. Pénteken egy szakmai rendezvényen elevenítették fel életét és politikai pályáját. Az erről szóló beszámolónkat is láthatják mai műsorunkban, és hogy még mit, azt is megmutatjuk. Üdvözlöm Önöket! Semmelweis nap, az egészségügyi dolgozók áldozatos munkáját köszönték meg. Beruházások kisléten új köntösbe öltözött az óvoda, hamarosan bölcsöde épül. Konferencia Kállai Miklósról felidézték az utolsó magyar királyi miniszterelnök alakját. Több mint 40 egészségügyben dolgozó kapott kitüntetést, illetve elismerést az idei Semmelweis nap alkalmából Nyíregyházán. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kórházak és egyetemi oktatókórház múlt heti rendhagyó ünnepségén orvosok, ápolók, valamint a háttérszolgálatban dolgozók munkáját méltatták. Főként vezetők vettek át díjat, rajtuk keresztül pedig a szervezeti egységek áldozatos munkáját is elismerték. Megindító dallamokkal köszöntötte a megyei kórházak dolgozóit a Kántémus vegyes kar a Semmelweis nap alkalmából. Az ünnepnek korábban a megyeháza adott otthont, idén azonban rendhagyó módon a Kodály Zoltán általános iskola hangversenytermében tartották az eseményt. Más ez a nap nyilvánvalóan, mint az elmúlt években. Sesták Oszkár, a megyei közgyűlés elnöke megköszönte a megyei egészségügyben dolgozók áldozatos munkáját, akik emberségből, hivatásból mutattak példát a világjárvány idején. Kovács Ferenc, Nyíregyháza polgármestere elmondta, komoly veszteségeket hoztak az elmúlt hónapok. De sajnos el kell mondani azt is, hogy minden helytállás mellett is írtózatos veszteségeink vannak. Az országnak, a városnak, közvetlen környezetünknek, azt gondolom mindannyiunknak, és ezek bennünk élnek, de én azt remélem, hogy ezek még inkább felhívják a figyelmet arra, hogy mennyire fontos az egészségügy. Szűcs Attila orvosigazgató kiemelte, Semmelweis Ignác úgy tartotta, a szakmai érvek ismeretében merjünk megfontoltan változtatni. Hozzátette, munkásságának sosem volt akkora üzenete, mint az elmúlt egy évben. Nagy ünnep ez a mai nap, ez egy méltó tisztelgés Semmelweis Ignác munkássága és minden egészségügyi dolgozó előtt. Egy rendkívül nehéz éven vagyunk túl. Az eddig nem ismert világjárvány végig söpölt földrészünkön. Nagyon-nagyon sok nehézséget, problémát okozott az egészségügyi ellátórendszernek az egész országban és intézményünkben is. Ugyanakkor örömmel jelenthetjük ki, hogy túl vagyunk a harmadik hullámon, legyőztük a harmadik hullámot. Ma azért vagyunk itt, hogy ünnepeljük, kitüntetjük azokat a munkatársaikat, akik kiemelkedően teljesítettek az elmúlt egy évben, de megragadom az alkalmat, hogy minden egyes munkatársunknak dolgozzék az intézmény Bájmér területén. A betegellátás első vonalától a háttérszolgálatig mindenkinek szeretném kifejezni köszönetet, mert csak az ő heroikus munkája eredményeképpen lehetünk ma itt együtt. Ez egy hihetetlen nehéz év volt. Ahogy említettem is, mindenkire szükség volt. Újabb és újabb feladatokat, problémákat kellett megoldanunk. Időnként improvizálnunk kellett. A nem szokványos helyzetekben sokszor nem szokványos megoldásokat kellett bevezetnünk, alkalmaznunk. Az orvosok, az ápolók, az átlagosan sokkal többet dolgoztak, sokkal több volt az ügyelet, sokkal több volt a túlteljesített műszak, mint a békeidőkben. Ez óriási feladat volt. Állandóan futottunk előre, újabb és újabb COVID általános és COVID intenzív részlegeket alakítottunk ki. Szondi Zita főigazgató, az elmúlt időszakot értékelve, az egészségügyi dolgozók mellett azok családtagjainak is köszönetet mondott. Nagyon komoly harcot vívtunk az elmúlt hónapokban, soha nem látott feladatokkal, terhekkel, szervező munkával teltek az elmúlt hónapok.
Én azt gondolom, hogy a harcban csatákat vívtunk, ahogyan a hullámok jöttek egymást követően. Voltak csaták, amelyeket megnyertünk, és voltak sikerek, amelyeket emberéletben lehet mérni. De természetesen voltak veszteségeink is, akiket nem felejtünk, és akik továbbra is itt vannak velünk, és a családjaikat továbbra is gondozzuk. Nagyon nehéz értékelni azt, amikor egy ilyen járványt követően beszélünk arról, hogy hogyan teljesített az egészségügy. Én azt gondolom, hogy a kollégáim maximálisan jól teljesítettek, mindent megtettek annak érdekében, hogy a betegeinket ellássák, és a kórházunkban nem maradt beteg ellátatlanul. Aki beérkezett hozzánk, megkapta a megfelelő, magas szakmai színvonalú ellátást. A kollégáim amellett, hogy részt vettek a betegellátásban, nagyon komoly munkát végeztek az oltási tevékenységben is, hiszen mára már meghaladja 230 ezret a beadott vakcinák száma. Ez egy óriási feladat volt kiállítani az oltópontokat, személyzetet, megszervezni a hét minden napján 12 órában, hogy legyen olyan egészségügyi személyzet, aki várja az oltakozókat. Ebben is stabilan, teljes mértékben rendelkezésére álltunk a lakosságnak. Az elmúlt egy év fényében miben más ez a mostani Semmelweis nap? A Semmelweis nap hagyományosan egy díját adó, amikor kitüntetjük azokat a dolgozóinkat, akik kiemelkedőt teljesítettek. Az elmúlt hónapokban ettől sokkal többre volt szükség, és sokkal nagyobb kitartással, sokkal nagyobb elhivatottsággal kellett dolgozni ahhoz, hogy ezt a mai ünnepséget meg tudjuk rendezni, és a járvány elleni harcban eredményt tudjunk elérni. A mai napon is orvosokat, háttérszolgáltatásban dolgozókat, illetve ápolókat tüntetünk ki. Kiemelten azokat, akik vezetőként vettek részt a munka szervezésében, mintegy szimbolikusan a szervezeti egységeket is elismerve. 32 kitüntetettünk van, és ezen kívül az ápolás vezetőink, illetve a szakmacsoport vezető ápolóink, akik hagyományosan a Semmelweis napon nem díjazottak, egy elismerő oklevélben részesülnek, hiszen ők a járvány elleni védekezés szinte minden napján a terepen dolgoztak, és a helyszíneken látták el a feladataikat. Az idei kitüntetettek között volt Farszki Éva, tüdőgyógyász főorvos is. A 40 év alatt most másodszor találtak már méltónak arra, hogy megkapjam ezt a díjat. Azt hiszem, hogy ez nem igazán csak az én érdemem, hanem az osztályunk, a pulmonológiai osztály és az egész kórház összmunkája kellett, hogy akár a vírus előtti, vagy ez a vírus nehéz koronavírusos időszakban ezt végig tudjuk csinálni, jó színvonalon biztosítva a magas színvonalú betegellátást. Lassan áll helyre az élet. Mi a pulmonológiai osztályon dolgozunk, és azt hiszem, hogy nekünk most megint egy új kihívást jelent ez, hiszen a post-covid állapotok túlnyomó része tüdőgyulladással jár, légzési elégtelenséggel, és ezeknek a betegeknek az ellátása most a feladatunk. De ez nem csak a pulmonológiát érinti, hanem minden egyéb társszakmába jelentkezek. Ezek a vírus utáni nehéz, úgynevezett post-covid szindrómás tünetek. Pap Judit kitüntetett is kollégáit méltatta. Egy elmúlt másfél év kemény munkájának az elismerését jelenti, de én itt ezen a fórumon is el szeretném mondani, hogy én valamennyi munkatársamnak köszönöm, hogy most én az ő nevükben itt állhatok, és átvehetem ezt a díjat, mert ez egy olyan megfeszített munka volt, amiben itt mi díjazottak, többek között én is nagyon kevés vagyok egyedül. Ehhez az kellett, hogy olyan munkatársaink és olyan csapat, olyan elhivatott gárda vegyen minket körül, ami lehetővé tette ezt, hogy mi ennek a pandémiás időszak okozta kihívásoknak megfelelni tudjunk, és együttes erővel le tudjuk ezt győzni, meg uralni tudjuk a helyzetet. Ez egy nagyon nagy tanulási időszak volt ez mindannyiunk számára. Azt gondolom, hogy mind szakmai, mind emberi oldalról. Én nagyon sok pozitívumát látom, és nem csak én, hanem ezt a hétköznapi kommunikáció során a dolgozóktól is megerősítést kapok erre, hogy mind szélesebb lett a látókörük, mind inkább meg tudnak birkózni a kihívásokkal. Szakmailag nagyon sok fejlődtek, és mondhatom azt, hogy most tanultak meg igazán csapatban dolgozni, mert egyik pillanatról a másikra kellett ilyen helyzetnek megfelelni, olyan embereknek, akik korábban lehet, hogy nem is találkoztak soha a betegellátás során. Az ünnepségen a COVID-osztályon készült érzékletes fotókat is megtekinthettek a résztvevők. Az eseményen elhangzott a Cantemus kórus a július 10-éig tartó online kórusfesztivál támogatói jegyeiből befolyt bevételét a megyei kórházak COVID-védelmi intézkedéseire ajánlotta fel.
festésre, burkolásra és ablakcserére is sor került a közelmúltban a kislétai óvodában. A Magyar Falu program keretében megvalósult fejlesztés eredményeként az intézmény tornaszobája is megújult és számos eszközzel gazdagodott. A településnek hamarosan bölcsődéje is lesz, emellett a ravatalozó felújítása is terítéken van. Különféle játékok és mozgásfejlesztő eszközök garmadája a kislétai óvoda tornaszobájában. Ezt a helyiséget is most újították fel, ahogy sok mást is az intézményben. A tornaszobánknak a teljes körű felújítása valósult meg, tetőcserétől kezdve nyilászáróktól, vizes blokkoktól új játékeszközök érkeztek, amiket itt látnak az ikös a pályázat részei 3 millió forint értékben, illetve a fenti részünk az óvoda épületein is, tetőcsere, teljes körű festés, illetve falburkolatok felújítása, valamint intézményvezetőnek a szobája, tehát ilyen társalgó résznek a teljes körű felújítása valósult meg. Az átadó ugyan ma van, de gondolom én, hogy itt azért már a gyerekek látták és használták is akár ezeket az eszközöket. Mit szóltak hozzá az ő körükben, milyen volt ezek fogadtatása? Használatba vétele még nagyon minimálisan történt meg, mert a napokban érkeztek meg a játékeszközök. Természetesen már birtokba vették a hétvégén. Bár hétvégén nincs óvoda, de mivel egy kis ünnepélyes átadással készültünk, a gyerekek bent voltak minden nap és próbáltak, és ez volt a jutalmuk, hogy próba után lejöttünk és birtokba vehették a játékeszközöket. Nagyon nagy sikerük volt, és nem csak a gyerekeknek, hanem a településen élő, külső kapcsolatrendszerrel rendelkező partnereinknek is nagyon tetszett. Az épület külső-belső rendbetételére 50 millió forint jutott a Magyar Falu program keretéből. A tornaszoba felújítása pedig 15 millió forintból valósult meg, hangzott el a múlt keddi átadó ünnepségen. De összességében mióta megy a program, 3 év alatt 600 milliárd forintot költött a kormány a Magyar Falu program keretében el. A program lényege minél vonzóbbá tenni a falusi életet, olyan fejlesztések támogatásával, amelyek a lakosok helyben tartását segítik az 5000 főnél kisebb lélekszámú településeken. Egyáltalán nem akasztotta meg ezt a programot a járványhelyzet, sőt, pont ilyenkor van a legnagyobb szüksége arra, hogy minél inkább fel tudjuk pörgetni a gazdaságot, és emellett pedig meg tudjuk erősíteni a munkahelyeket, meg tudjuk erősíteni helyben a családokat és helyben az embereket, és a Magyar Falu program ezt a célt is tudja szolgálni. A kislétai óvoda két csoportjába 40 kisgyerek jár. A településen az elmúlt években több más fejlesztés is történt. Megvalósítottuk a szennyvízhálózat kiépítését, én szerintem az nagyon hasznos dolog, mert hiába tesszük ki a településünk bejáratához, hogy európai falu, hogyha környezetünkre nem vigyázunk. És a szennyvízhálózat kiépítése az hivatalosan deklarálta, hogy igenis vigyázunk a környezetünkre, óvjuk a vizeinket, és Kisléta, hála Istennek, Nyírbogáttal egyetemben tudott pályázni 2010 nyarán egy olyan programhoz, egy olyan Európai Uniós programhoz, amiből 15-re megvalósítottuk a szennyvízhálózatot, hálózat kiépítését mind a két faluba teljes mértékben. Na de azóta felújítottuk a 49-27-es utat, ami a 471-es főutat köti össze az M3-as autópályával. Ez azért is jó, mert hogy Kislétán keresztül haladunk rajta, ugye, egy jelentős mértékben nő a forgalombiztonság a településen belül is, hiszen optikai vezető felező vonalak vannak és egyéb hasznos dolgok. Másrésztről pedig gyorsabban és könnyebben meg lehet közelíteni mind a 471-es főútvonalat, ugye ami Debrecennel köti össze a térségünket, mint pedig az M3-as autópályát, ami Budapesttel és Vásárosnaminnyal köti össze a térségünket. De ezen kívül számtalan apró beruházás történt, ugye ravatalozó felújítás hamarosan fog kezdődni, piac létesült a településen, kerékpárutat építettünk. A most elkészült óvodafejlesztéssel nem ér véget a fejlesztések sora Kislétán.
A ravatalozóra megnyert pályázatunk van, amit terveink szerint augusztus-szeptemberben fognak elkezdeni. Eszközbeszerzésünk valósult még meg Magyarfalu programban, és több beadott pályázatunk van még Magyarfalu program keretén belül. De van egy topos pályázatunk, bölcsőde, egy csoportszobás bölcsődére, az is megnyert pályázat, az pedig szeptemberben fog kezdődni. Az óvoda szomszédságában megépülő intézménnyel is az a cél, hogy a szülőknek ne kelljen a környező településekre vinniük gyermekeiket, és helyben maradjanak. Az óvé épületét egyébként korábban energetikailag is felújították, ezt a terület és település fejlesztési operatív program tette lehetővé, amely az idén kezdődő újabb 7 éves Európai Uniós költségvetési ciklusban is biztosít forrást hasonló beruházásokra. Nagyjából 100 milliárdnyi forrás van a topluszúran a megyei településekre, és nagyjából 50 milliárd forint Nyíregyházára, tehát 150 milliárd forint ez a keretösszeg. Mikor az előző 7 éves ciklust indítottuk, akkor nagyjából 140 milliárd forint volt az, ami Nyíregyháza és a megyei önkormányzatok rendelkezésre állt akkor. Ez most 10 milliárddal több, tehát nominális értelemben is növekszik a elköthető forrás, viszont az előző 7 éves zárást, hogyha megcsináljuk, én azt gondolom, hogy 170 milliárd fölött is leszünk Nyíregyházával együtt. Én bízom benne, hogy akár ezt a 150 milliárdot is menet közben feljebb tudjuk tornázni. Az úgy kell értékelni ezt a viszonylagos forrás növekvényt, hogy közben más operatív programok forrásai csökkennek, hiszen az Európai Unió donorországai kevesebbet szánnak már a újonnan csatlakozó országokra, tehát más operatív programok forrásai csökkennek, a TOP ezzel együtt is őrzi a pozícióját, sőt, amely esetében némileg bővíteni is tudtuk a forrásokat. Viszont az jó hír, hogy belép a Magyar Falu program a támogatási rendszerek közé, hogy a magyar költségvetési állapota lehetővé teszi, hazai költségvetési forrásból is tudja a magyar kormány, a magyar költségvetés a kis településeket támogatni, mint hogy itt is az a két fejlesztés, már nem uniós forrásból, hanem a Magyar Falu forrásaiból valósult meg. Több száz ilyen kisebb léptékű fejlesztés valósult a megyébe, konyháktól kezdve, játszóparkok és a többi, tehát nagyon széles ez a paletta. A megyei TOP esetében, illetve a TOP pluszos források esetében nagyjából ugyanazok a pályázati rendszerek lesznek, amik az előző 7 évben működtek, tehát önkormányzatok részére közösségi fejlesztések, infrastruktúrális fejlesztések, intézményi fejlesztések, óvoda, bölcsőde programokra lehet pályázni a jövő következő 7 évben is. A múlt heti eseményen a járvány elleni védekezésről is kérdeztük a kormány szóvivőt. Sikerült az oltásnak köszönhetően letörni a járványnak a harmadik hullámát, tehát ezek a számok, amik mostanában az elmúlt napokban láthatóak, ezek már azt mutatják, hogy gyakorlatilag most ráléptünk ennek a sárkánynak a fejére. Tehát én azt gondolom, hogy ahogy haladunk előre a nyárral, hogyha ilyen szép eredmények vannak, akkor bízhatunk abban, hogy augusztus vége felé már gyakorlatilag a teljes szabadságunkat vissza tudjuk kapni. A közös európai vakcina útlevél bevezetése nálunk itt mennyire cél, mennyire opció a hazai védettségi igazolvány mellett? Hát ebben előrébb jártunk a hazai védettségi igazolványban, mint az Európai Uniós országok, és ennek az az oka, hogy ez a kérdés nálunk előbb merült föl. Ugye előbb értünk el egy olyan oltottsági szintet, amivel azt tudjuk mondani, hogy mindenkit beoltottunk, vagy beoltunk, aki oltást akar kapni. Tehát mi előbb kezdtünk el gondolkozni azon, hogy majd hogyan lehet utazni. Ezért mi két oldalú megállapodásokat kötöttünk már több mint egy tucat országgal, amikbe védettségigazolvány nélkül is kölcsönösen lehet utazni, és ott igénybe venni a szolgáltatásokat az adott országban. És emellé jön be július 1-től ez az úgynevezett Európai Uniós útlevél, Green Card, ahogy ezt hívják még. Ez szintén ilyen jogosultságokat tartalmaz majd, de ez egy kicsit más módszer alapján van, mint a mi védettségi igazolványunk, hiszen oltás is jogosíthat föl rá, jogosíthat egy negatív PCR-teszt rá, illetve jogosíthat rá az átesettség, tehát ha valaki már elkapta egy bizonyos időn belül a vírust. Tehát ez a kettő valószínűleg egymás mellett fog élni, a két oldalú megállapodások, meg ez a zöld útlevél, de összességében azokban az országokban, ahova tipikusan a magyar emberek utaznak, azokban a két oldalú megállapodások már jelenleg is élnek és élni is fognak. Hogyha már utazás, beszélt a napokban egy eseményen arról, hogy azért a turizmus újraindítása most már ismét terítéken van. Ez azért nagyon sok embernek ad megélhetést, az ehhez kapcsolódó vállalkozásokról nem is beszélve. Hogyan látják, hogyan becsülik, hogy ez a nyár ebből a szempontból mennyire lehet már azért normális, mennyire indulhat és milyen időn belül újra a turizmus?
Szerintem egy nagyon erős éve lesz idén is a belföldi turizmusnak, hiszen tavaly is nagyon sokan döntöttek úgy a járványhelyzet miatt, hogy hazai úti célokat választanak. Ez az idejében valószínűleg megint így lesz, tehát szerintem még a tavalyi rekordévet is túl fogja tudni szárnyalni a magyar belföldi turizmusnak az eredménye. És hát a pandémia ide vagy oda, azért nagyon sok beruházás, felújítás a kisfaludi program keretében, vagy éppen a strandfelújítások keretében történt az elmúlt másfél évben is, aminek az eredményét azt majd most mi is már vendégek fogjuk tudni élvezni, úgyhogy én nagyon bizakodom benne, hogy egy erős nyarunk lesz. Ez azért is fontos, mert a járvány előtt kb. 400 ezer magyar embernek és családnak adott megélhetést ez az ágazat, tehát a kormány is prioritásként kezeli azt, hogy segítse ezt az ágazatot és ebben az ágazatban dolgozó embereket. In asperis et prosperis, azaz jó és bal sorsban egyaránt. Ez a jelmondata a Kállai családnak. Ezt a hitvallást követte Kállai Miklós miniszterelnök is politikai pályafutása során. A legnehezebb időszakban, a II. Világháború alatt 1942 és 44 között volt kormányfő. Emlékét egy erre méltó helyen, a nyíregyházi Kállai házban őrzik. Múlt pénteken konferencián is felidézték az utolsó magyar királyi miniszterelnök alakját. Megint van tennivaló. Fiatal lendületre van szükség, napjaink nem tűrnek habozást, tapogatódzást, egy helyben maradást. Nézzétek a két nagy új világot, a fasizmust és a nemzeti szocializmust. Miért győztek? Mert megtalálták 100 program között, az egyik az olasz, a másik a német igazságot. Egyszer Szegeden már megtaláltuk a magunk igazát, a mi, de csak is a mi, csak magyar létünk, életünk útját. Ezen haladni, megkísérlen, segítsetek! A rend az alapfeltétele az emberi lét és igazságosságnak, a hadra kelt hadsereg ütőképességének, és mindenek felett annak, hogy Magyarország megmaradjon úgy, ahogy apáink 1000 éven át megtartották, a márciusi fiatalság megálmodta, és ahogy azt én, veletek milliónyi magyarokkal együtt megfogadjuk, hogy én így akarom, az Isten engem úgy segít. Kállai Miklós miniszterelnök a Kállai gyűjtemény és a vele együtt a Kállai ház számára is azért fontos, mert egyrészt ő Nyíregyházán született 1887-ben, ebben a házban kérte meg első felesége Kállai Helének a kezét, meg is kapták a házasságkötés után nászajándékba, tehát ezer szállal kötődik Nyíregyházához. Egyik legfontosabb első megbízatása Szabolcs vármegye főispánjaként is Nyíregyházához kötötte, ezután már inkább az országos közélebe találjuk meg, volt kereskedelmügyi államtitkár, földművelésügyi miniszter, az országos öntözésügyi hivatal elnöke, illetve az utolsó magyar király miniszterelnök. A Kállai családra, minden tagjára és rá is jellemző az elhivatottság, a hűség és az országoknak a szolgálata minden fronton. Ezért is található meg Kállai Miklós személye is a valamennyi közéleti szintéren. Hallhatjuk majd a mai konferencia előadásain is, milyen sokrétű, sok szerepet betöltő személy volt ő a kulturális életben is, illetve a politikai életben is. In asperis et prosperis, vagyis jó és bal sorsban egyaránt, ez olvasható a Kállaiak körcímelén. És Kállai Miklósnak kijutott mindkettőből. És ő a sorsát elfogadta, de alakította is, és politikai habitusát tekintve, talán ez a legfontosabb, mindig elkötelezetten képviselte a magyar érdekeket. Nagyon nehéz időszakban, de mindig a magyar érdekeket képviselte. Példaképének Széchenyi Istvánt, barátjának, eszme és politikus társának Bethlen Istvánt tekintette. Mondhatni, a konzervatív politika, a bethleni politika következetes képviselője volt. Ők barátok voltak a miniszterelnökkel, mármint Bethlen Istvánnal, aki 1921 és 31 között volt miniszterelnök, és utána egy nagyon nehéz időszakban Kállai Miklósnak is erre a posztra kellett lépni, óckodott tőle. A források alapján állapíthatom meg, mondhatom, hogy óckodott, nem akarta vállalni,
de vállalta, mert tudta, hogy egy nagyon nehéz pillanatban az ország, és amikor kapacitálták, éppen ez a nemzeti elkötelezettsége, a magyar érdekek képviselete vette rá arra, hogy vállalja el 42 és 44 között a miniszterelnökséget, szinte napra pontosan 2 évig volt miniszterelnök. A hagyományok tisztelete, a vagyonos társadalmi csoportok vezető szerepe, a modern eszmék beemelése a magyar közéletbe, ez a fontolva haladás, ami Bethlent is jellemezte, ez jellemezte Kállai Miklóst. És talán őt még valami több is jellemezte, mert helyi politikusként kezdte a közéletet. Szolgabíró, főszolgabíró, és 1922-től 29-ig Szabolcs megye főispánja volt. Köszöntés helyett engedtessék meg, hogy én inkább egy kiadványról beszéljek, ami erre az alkalomra készül. Tulajdonképpen ez olyan, mint egy fehér holló, tehát általában, hogyha van egy tudományos konferencia, akkor mindig utána szokott elkészülni a kiadvány, és hát ez egy nagy erény, hogy mi meg tudtuk azt csinálni, hogy előtte már a előadások megjelennek ebben a gyönyörű szép kiadványban. Én úgy tudom, hogy a konferencia résztvevői valamennyien meg fogják kapni ezt a kiadványt. Néhány dolgot szeretnék ebből kiemelni. Ez a Józsa András Múzeum kiadványainak a 80. füzetecskéje kötete. Ebből is látszik, hogy a Józsa András Múzeum kiadványozása azért szerteágazó, és több évtizedes múltra tekint vissza, hogy ez már a 80. kiadvány, és nem csak ez az egy kiadvány sorozatunk van, hanem számtalan más is. Nagy Kállai, Kállai Miklós, római katolikus, őségi nemesi családba, földbirtokos családba született 1587. január 23-án Nyíregyházán. Édesapja Kállai András, Szabolcs vármegye főispánja, édesanyja Ördögfalvi Csuha Vilma. 1914-ben nősült először Kállai Helént, Kállai Tibor, későbbi pénzügyminiszter húgát vette feleségül, aki 1945-ben Aknaszilánk következtében hunyt el a Zivatar utcába, török követségre, ott volt, ott múltakot, és följött levegőzni, és 6 nap múlva lett vége az ostromnak a vége, becsapott egy akna, vették el. 3 fia volt, az egyik fia dr. Nagy Kállai, Kállai Kristóf, Máté Lovagrend vatikáni követe, a másik volt a Miklós mezőgazdász, őt kerestem valahol a Batthyány utca vagy Csalogány utca környékén lakott, kb. 70 körül, megijedhetett, mert 2 napig nem volt a lakásán, a Tibor Andor altábornagyon lakott egy lakásban, nem tudta, hogy ki kereste, ez itt talán az Ávó út, hogy mindegy. A 3. fia, a Kállai András, a Magyar Király Testőrség főhadnagya. Mind 3 fiú a szoverén Máté Lovagrend tagja volt. Kállai Miklós itt kezdte politikai közéleti pályafutását Szabolcs megyében, hiszen előbb szolgabíró lett, majd főszolgabíró, és 1922-től 29-ig Szabolcs megye főispánja volt, tehát követte a családi hagyományokat, egy birtokos családból származott, konzervatív gondolkodású volt, Bethlen István köréhez tartozott, aki 21 és 31 között volt Magyarország miniszterelnöke, Trianon után kellett újjáépíteni az országot, a 30-as években földművelésügyi miniszter, és ő emlékirataiban azt írja, hogy nagyon nagy örömmel vállalta el 1937-től az országos vízügyi, öntözésügyi, pontosabban így hívták, öntözésügyi hivatal elnöki tisztét, hogy a Tiszántúl öntözési rendszerét kidolgozza, hiszen ez egy aszályos vidék. Majd 42-ben megbízhatósága miatt a konzervatív angol barát körök Magyarországon elsősorban német ellenessége, a diktatúra ellenessége és konzervatív gondolkodása miatt kérte fel Horthy őt, hogy legyen miniszterünk. Magyarország a II. Világháborúban 1942 és 44 között nagyon sokat veszített. Gondoljunk a Donkanyarra, gondoljunk arra,
hogy 43-ban megfordult a háború menete, és a kiugrási kísérletet készítette elő a kállai kormány. Ő azt gondolta, és ennek volt realitása akkor, végül illúzióvá vált, hogy az angolok, az angolszászok a Balkánon szállnak partra, és hamarabb elérik Magyarországot, mint a szovjet csapatok. Nem ez következett be a történelembe? Kállai végig kitartott eszméi mellett, egy igazi rendes ember volt, hogyha fogalmazhatok így, 44-ben, amikor a németek megszállták az országot, március 19-én a török követségre menekült, majd Mauthausenbe került, és onnan előbb Olaszországba, majd Amerikában élt emigrációba, de mindig érdekelte Magyarország sorsa, Kálósemjé, Nyíregyháza sorsa, a Szabolcsi föld sorsa, és ott halt meg az 1960-as években Amerikában. 1929. októberében a Bethlen kormány politikai kereskedelmi minisztérium politikai államtitkára lett, 32-től 35-ig a Gömbös kormány földművelésügyi minisztériumi tisztségét töltötte be, 37. augusztusában a országos öntözésügyi hivatal elnökévé vezették ki. 1942. március 9 és 44. harmadik hó március 22 között ténylegesen csak 19-én a német megszállásig Magyarország miniszterelnöki tisztséget töltötte be, és ezen túl 42-44-ig ideiglenesen megbízott külügyminiszter, majd külügyminiszter volt. Az 1944. március 19-én bekövetkezett német megszállás másnapján reggel a török követségre menekült, és 1944. március vagy november 19-én, amikor Törökország megszakította a diplomáciai kapcsolatot a német birodalommal, így nem tudott már védettséget kapni, ezért önként megadta magát és letartóztatták, először Sopronkőhidájába, majd később Dachauba és Mauthausenbe került a táborba, ahol András testvért és fia is raboskodott más prominens foglyok társaságába. Egy néhányat ismertem, a Bornemisza Schmidt Félixet, akit a Hortival együtt betekertek, egy elrabolták a kis Hortival, a Lázár Károly testvéreltábor nagyon jó viszonyban voltam, meg voltak ott egy páran még. Nagyon jó lehetőség a Kállai gyűjtemény részéről, hogy olyan anyaggal rendelkezik, ami kutatható, levelezések, olyan dokumentációk állnak rendelkezésre, amelyek valójában feltárják azt a történelmi múltat és a valós történelmi múltat, amelyet mindenkinek meg kell ismernie, aki meg nem ismert meg, most már ott a lehetőség az, hogy megtanulja, megismerje. Kedves nézőink, ez volt a mai 35 perc, de ne feledjék, szerdán is várjuk Önöket műsorunkkal ugyanebben az időpontban. Aznap téma lesz a turizmus újraindítása, a hazai foglalkoztatáspolitika aktuális kérdéseivel is foglalkozunk, és bemutatjuk a napokban átadott nagykállói ortodox zarándokházat. Érdemes lesz tehát velünk tartani, mára további kellemes tévézést kívánunk, viszontlátásra!